A kormánypártok békepárti határozatáról tárgyalt ma az országgyűlés. A nyilatkozatot jegyző Kocsis Máté azt mondta, Magyarország békepárti és a jövőben is azt kíván maradni. mennégem Kósa Lajos, a Honvédelmi Bizottság Fideszes elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye az orosz ukrán háború egyéves évfordulója kapcsán született meg ez a határozat, ugye itt kifejezik az elkötelezettségüket a béke mellett, a kormánypártok humanitárius segítséget nyújtanak. Mennyi lát arra, hogy ezt Európában meghallják ezt, hiszen a békepártiak nagyon-nagyon kevesen vannak, úgy tűnik most az Unión belül. Hát azt, hogy meghallják, száz százalék, mert Európában szinte mindenki tud arról, hogy a magyarok békepártiak. Az más is, hogy ezért támadnak szinte mindnyájan bennünket, mert ma Európa, az európai politikai elita az háborús lázban ég. De arról, hogy a magyarok békét akarnak, és a békepártyán van, akarom mindenki hallott. Tehát ha meghalni, meghallották, csak nem hallgatnak ránk. Mert mindenki azt gondolja, hogy ezt a háborút meg lehet nyerni, holott ennek a háborúnak csak kisebb, meg nagyobb vesztesei lesznek itt Európában. Én de most a legfrissebb hírek szerint, hogy a Bachmut Ostroma az egyik legvéresebb csata, és ott is látszik, hogy Ezrével halnak meg orosz-ukrán katonák, és folyamatosan semmi másról nem lehet hallani, képeket látni arról, hogy Amerika milyen fegyverszállítmányokat állomás hoztat egy lengyelországi kikötőben, vagy az, hogy milyen további fegyverszállítmányokat kér az ukrán elnök. Mi lesz ennek a vége ön szerint, hiszen Uk Ukrajna is kezd kimerülni, Oroszország viszont a végletekig eltökélt? Hát egy biztos, ugye minden háborúnak valahogy a béke lesz a lezárása. Tehát szükségszerűen eljutunk oda, hogy valamilyen békéről kell tárgyalni, tehát nem tarthatnak a háborúk örökké, hogy ez mindenki számára világos. Itt az a kérdés, hogy mekkora veszteségeket fog elkönyvelni mindegyik részvevő fél Európában mert az oroszokat is éri veszteség, az ukránok a létükért küzdenek, és az az út, hogy az ukránokon keresztül vívja a nagyhatalmi, stratégiai játszmáit az Egyesült Államok, nem figyelmen kívül, hogy az ukránok szempontjait, az, az ukránok számára végzetes, mert az amerikaikat nem zavarja az, hogy az utolsó ukráni harcolnak, ahogy ezt egyébként ők mondták. És Európa számára is végzetes ez a háború, hiszen egyrészt gazdaságilag a szankciók nagyon-nagyon legyengítették, másrészt Európa nem tudott a háborúkán megszabadulni az energiafüggőségétől. Csak egy másik függőségre cserélte az egyik függőséget. Ugye, de hogyha ha úgy szokom le a dohányzásról, hogy közben alkoholista leszek, akkor nem sokat segítettem a dolgon. Tehát az orosz függőségnek nem az amerikai függőség vagy más forrás kizárólagos használat függőség ez a megoldása, hanem hogy egyszerre tudok több forrást is versenyeztetni. Hogyha valahogy az e Európai Unió szeretne ilyen értelemben függetlenedni, ez az út, de ehhez viszont nem szabad, hogy háború legyen. A háború automatikusan levágja a lehetőségeket. Viszont az energiárakat kilőtte az égbe a szankció, meg a háború. Ja, az is látszik, hogy Amerika, főleg az olajvállalatok és az energetikai vállalatok elképesztő extra profitra tettek szert. Tehát úgy tűnik, hogy Amerika jól járt ezzel a háborúval, miközben Oroszország folyamatosan új piacokat keres, elsősorban Kínában és a távol-keleten az energiahordozóinak. Mi lesz ennek a vége a gazdasági háborúra, gondolok szerint? Hát az ilyen gazdasági háborúkat nehéz megnyerni, főleg azért, mert egyébként az bizony, azt bizonyította be ez a háború, vagy tette világossá, hogy a nyugat által uralt világgazdaságnak vége van. Ez az, és most már csak azért kapaszkodunk, hogy egyáltalán jelentős szereplői lehessünk, európaiak a világgazdasági folyamatoknak, mert az a helyzet, hogy a szankciókkal nem azt történt, hogy Oroszországot kizártuk a világ gazdaságából, hanem az történt, hogy csak még inkább világossá vált, hogy, a, hogy Dél-Kelet-Ázsia, Kelet-Ázsia, Afrika, Latin-Amerika nem hajlandó a mi szankciós gazdaságpolitikákat és politikákat követni, hanem vígan kereskedik az oroszokkal. Tehát az vált világosá, hogy már korán sem annyira erős az amerikai, vagy ha úgy tetszik, a nyugati dominanciája a világgazdaságnak, és ez, és ez ráébredtek a, az, ettől az nyugattól független játékosok a saját erejükre is. Ezen túl még nehezebb lesz egyébként bármifajta meg olyan kialakítani. Tehát hosszú távon ez a háború a Amerikát is meggyengíti. Például azért, mert egyet a előtte, a háború előtt azért világos volt, hogy a dollár világvaluta szerepét nem veszélyezteti senki, meg semmi. És most, most ez már... változó? Van, ha, hogy, hát hogy a vihar van-e? Hát akkor, amikor egyre erősebb, még a korábban komoly vagy erős nyugati szövetségesnek számító országok törekvése is arra, hogy ettől leváljanak, és ez egyre világosabb és most már az is világos számukra, hogy ezt meg lehet csinálni. Uh -huh. Meg lehet csinálni anélkül, hogy egyébként a, az USA érdemben tudna fellépni ez ellen. Ez a, eb, ilyen értelemben hosszú távon az Egyesült Államok is veszít ezzel a háborúval. Tehát ezzel a háborúval mindenki veszít. Azért arra kíváncsi leszek, hogy a magyar ellenzék mit fog szólni ez a határozati javaslathoz, hiszen az egy dolog, hogy az Unióban mit gondolnak kerül, de ön szerint mondjuk a magyar ellenzék mit gondol erről a határozati javaslatról, amit benyújtottak? De az ellenzék teljes mértékben Elrugaszkodott a valóságtól. Hozzáteszem, miután a ellenzék meg van vásárolva, vagy megvették a dollár bal oldalt. Tehát ők a, a finanszírozói által előírt politikát folytatják. Tehát élesen ellenzik a magyar kormány békepártiságát, és azt, hogy mi békét szeretnénk, és felmondják imátlanul azt, azt, az európai, meg amerikai szöveget, amit nekik lediktálnak. Ilyen értelemben ez teljesen kiszámítható, semmi meglepő nincs ebben. Beszélgessünk még arról is, hogy a szlovák védelmi miniszter azt mondta, hogy magyar területen folyik ukrán katonák kiképzése, és ugye a honvédelmi minisztérium azt mondta, hogy csak egészségügyi katonák, illetve egészségügyi személyzet kiképzése folyik honnan, vagy miért gondolta ezt ön szerint a szlovák védelmi miniszter, hogy mi titokban, ugye azt mondjuk, hogy mi itt akarunk, de titokban mégis ukrán katonákat képzünk ki? Hát előső állításom, hogy most én nagyon óvatos lennék bármifajta szlovák politikus kijelentésével kapcsolatban, mert választási kampány folyik, és a politikusok egy része az életi küzd, mert a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a mai kormánypolitikusok egy jelentős része eltűnik a sűjesztőben, eltűnik a másrészt a pártjaik sem jutak be a parlamentbe, tehát egy nagy átrendeződés előtt állunk. Most ilyenkor a választási kampány hajrájában adott nyilatkozatok, mondjuk nagy óvatossággal kezelendők. Másrészt, ez bombasztikusan jól hangzik egy szlovák vidéki fórumon, mikor bekiamál valaki, mert azt az értékeljük a, a, a helyzetet. A környezetet A környezetet. Bekiamál valaki, hogy bezzeg a magyarok kimaradtak háborúból, nem, mert a magyarok is kiképeznek ukrán katonákat. Oké, okay. egészségügyi személyzetet, azért, mert a humanitárius segítségnyújtásba ez simán belefér. Tehát mi nem katonát képezünk, ki azért, hogy ölje meg a másikat, hanem azért, hogy mentse meg az életét a sebesülteknek. Megsegítsen azokon, akik valamilyen kárt szenvedtek, bármilyen értelemben ebben a háborúban. mesoda a különbség. De hát egy vidéki fórumon ez így bedobom, mint hát a külügyminiszter is mindenféle csacsiságokat hordott össze-vissza a szlovák külügyminiszter. Hát de hogy szóval... Lehetett erre ön szerint számítani? Azért azt elmondta hát, Orbán amit miniszter is az évértékelőben, hogy nagyon erős nyomásra, illetve ilyen kommunikációs offenzívára vissza. is számíthatott. a ha nem menjünk messze, választási kampányban azért szoktak csacsisánkokat beszélni politikusok, nem. Itt van Kovács Cake Olivio, aki azt mondta, hogy zárjuk el az orosz gázt. De hát az, az oroszoknál van a csap, nem? Tehát mi nem tudjuk elzárni, az oroszok zárják el. Tehát a leg, legalapvető összefüggések is összegumacolták a mondandóját. Tehát a vállal, gondoljuk meg, hogy a választási kampányban ráadásul nyilvánvalóan a, a jelentéktelenségbe zuhanó politikusok miket szoktak mondani. Csak gondoljuk, hogy a Jakab Péter mi mindent hordott össze. Gyors... Nem kell rá figyelni. Jakab Péter, a múlt idő jele, már nincs semmilyen szerep. Egy utolsó kérdés még, mit lát egyébként a háború eszkalálódásának veszélyéről? Mit gondol, hiszen az látszik, hogy sem az ukránok, sem az oroszok nem adják föl, sőt, egyre nagyobb erőkkel harcolnak egymás ellen? Hát az a helyzet, hogy az eszkaláció veszélye az jelentős. És amiket beszélnek, a, hogyha azt konzekvensen és logikusan végig gondoljuk, azt, azt nem is értem, hogy hogyan gondolják. Például uh, Oroszország, Elveszíti ezt a háborút? De hogy? Három lehetőség van. Mindenki hazamegy? Putyin megadja magát? Vagy a vége az az, hogyha Oroszország elveszíti a háborút, az orosz nukleáris doktrina szerint az, az egy atomháborúba torkolik, akkor nem nyer senki? Mindenki veszít. Ukrajna elveszíti a háborút, hogy? Tehát a, teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy Ukrajnából valad, marad valami, tehát az egy óriási ország az oroszoknak meghaladja az integráció képességét. Tehát a, itt le kell itt is lesz valami módon szüvenni. az ukránok nem párolognak el, nem mennek el az utolsó szállék. És egyébként az ukránok hallatlan nehéz helyzeteket éltek már túrlást holodomor. Uh -huh akkor egyébként sokkal többen haltak meg, ha emlékszik rá a 20 idején, a az ukránok közül, mint itt a háborúban az emberveszteség, is túlélték. Tehát magyarul Ukrajna is lesz, valami ukránok lesznek. tehát jobb lenne már most azzal szembesülni, hogy oroszok is lesznek, ukránok is lesznek, próbáljunk meg valamit összehozni, hogy egyáltalán minél kevesebb kár legyen egyébként. Tehát ezért mondjuk, hogy az egyetlen értelmes kilátás a béke. Mert látszik, hogy a fegyverszállítás az csak a háborút kitolja, de nem oldja meg, nem tudja megoldani. Tehát ilyen értelemben az egyetlen lehetőség a béke, és szerintem nekünk lesz igazunk. Előbb-utóbb lesz valamilyen béke, és hogyha most visszagondolunk arra, Ugye Naftali Bennett közléshez volt, az Izraeli miniszterelnök köz, közlése szerint, hogy egy sokkal korábbi fázisban reális lehetősége volt annak, hogy valami fajta béke alakuljon ki, csak az, az, ő mondása szerint az angolok ezt megfurták, de sokkal jobb helyzet lett volna, egy, egy biztos legalább 150 ezer ukránnal több élne most. Kusala... Meg egyébként ki tudja mennyi orosz. is. Kusala, Köszönöm szépen. Köszönöm